tisztelettel köszöntöm Önöket gyakorlatilag a hajrájához, értes az utolsó két forduló következik az Ice Hockey League középszakaszából. Ugye, amint az köztudott, a Hidrofehérvár AV19 a felsőházban érdekelt, és bár nem sikerültek túl jól a középszakaszban a mérkőzések, kettőt leszámítva, ennek ellenére, hogyha az utolsó két mérkőzés jól sikerül, akkor még kivághatja a rezet a csapat, és feljebb léphet a felsőházban. Hát erről is van mit beszélni, meg hát erről a gyönyörű szezonról, amit maga mögött hagyott a csapat, és reméljük még sok minden van a gárda előtt. Hogy mi lehet még a csapat előtt, arról érdeklődöm majd többek között Kis Dávidnál, a Hidrofehérvár AV19 másodedzőjénél. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egyúttal engedd meg, hogy boldog születésnapot kívánjak szerkesztőség nevében, hiszen szerdán ünnepelted a 31-et. Így van, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Az első szezonod ugye a nagy csapatnál, az utánpótlás csapatokat vezetted szebbnél szebb sikerekre az elmúlt esztendőkben, és ebben a szezonban kaptad meg a lehetőséget a klubtól, a sportáktól. Gondoltad volna a legvadabb álmaidban, hogy ez egy ilyen szezon lesz, ahol ilyen káprázatos alapszakasz tud le a csapat? Hát valahol reménykedtem benne. Igyekeztem én nem nagyobb terveket magam elé állítani. Örültem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget a csapat szempontjából, meg tényleg csak mindig a következő mérkőzésre gondolva vágtunk neki ennek a szezonnak, úgyhogy örülünk eddig, amit sikerült elérni, de azért szeretnénk ezt a szezont úgy befejezni, hogy azért még jobb legyen. Melyik volt a legnehezebb periódus szerinted a csapat számára, te számodra? A bajnokság elején, amikor bedurrant a járvány, akkor volt, hogy talán három sorral tudtatok csak felállni, és ennek ellenére parádésan helytáltatok. Ez a legnehezebbek közé tartozik, vagy van olyan, amiről mi nem tudunk, és a te megítélésed szerint más mérkőzések voltak nehezek? Nem, mindenképp a szezon eleje az nehéz volt tényleg, mert a követelményeket betartva mi minden mérkőzésre kiálltunk a minimális létszáma, amit lehetett nevezni, és ott tényleg volt olyan időszak több hét, ahol éppen ott csak három sorral ki tudtunk állni, illetve néhány fiatal titános játékossal kiegészve volt meg a három sorunk. De így visszagondolva jó döntésnek bizonyult, hogy mi mentünk végig, és bevállaltuk azokat a mérkőzéseket. Értékes győzelmeket tudtunk szerezni úgy is, és tényleg volt olyan csapat, aki akkor kényszerpihenőre kényszerült, és több hétre leállt, és utána nem tudott formába lendülni. Mi meg tudtuk tartani ezt a jó formát, akkor is, hogyha kevesen voltunk, és voltak mérkőzések, ahol nagyon elfogytunk, mind mentálisan, mind fizikálisan, de most azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy ilyen nehéz időszakot éltünk meg, így a vírus miatt egész jól helytáltunk. És az erőltetett menetet is nagyon jól bírta a társaság, amikor sorra jöttek a meccsek, akkor is képesek voltatok nyerni, különösebb hullámvölgy nélkül talán. Igen, hát igazán ez volt az egyetlen pozitív az utóbbi időszakban, amit át tudtunk élni, hogy örültünk annak, hogy játszhatunk, és edzhetünk, és legfőképp azt, hogy mérkőzéseket játszhatunk. Az egyértelmű, hogy az nagy szívfájdalom, hogy szurkolók nélkül, de legalább tudtunk játszani, úgyhogy az volt a legkevesebb, hogy ezeken a mérkőzéseken mindent megtettünk azért, hogy szerezzünk győzelmeket. Nem tudtuk, hogy meddig folytatódik, vagy mikor mondják azt, hogy most esetleg le kell állni, mert volt egy ilyen kéthetes időszak, de örültünk neki, hogy tényleg megy a bajnokság és szerepelhetünk. Rád milyen hatással vannak ezek a csendes meccsek, közönség, szurkolók nélkül? Hári János például azt mondta, hogy ez az edzőmeccs feelinget ő nem nagyon szereti, és nem az igazi nyilván a játékosoknak sem, meg nyilván a szakmai stábnak sem. Te hogy éled meg ezeket a csendes meccseket? Fura mindenképp, egyértelmű. Kicsit szokatlan, hogy tényleg a pálya túlsó végéről is lehet hallani, amit a játékosok beszélnek egymással a jégen, és hogyha mondjuk mi edzők szeretnénk utasítást adni a játékosoknak, akkor se kell tolunk szakadtából üvölteni, hanem tényleg könnyebben lehet kommunikálni. Sokkal jobb lenne, hogyha kiabálunk én a szurkolók miatt, de,
de hát most sajnos ezt így kell végigcsinálunk. Volt olyan pillanat, amikor, amire konkrétan emlékszel, amikor konkrétan megfogalmazódott benned, hogy de jó lenne, hogyha most itt ordítana 3000 ember, és 4000 ember belehajszolná a gólba a csapatot? Emlékszel ilyenre? Több ilyen érzésem is volt, leginkább akkor, amikor általában nem mi vezettünk, esetleg 2-3 góllal is elment már az ellenfél, és onnan visszajöttünk, és megfordítottuk, és hosszabbításra mentünk, akkor beszéltünk néha a vezetőedzővel, hogy el tudnánk képzelni, hogy most itt a szurkolók mit műveltek volna, amikor perceken belül lőttünk, 3 gólt is kiegyenlítettünk. Leginkább ilyenkor, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg mérkőzésen élvezetes lett volna, ha ők illetnek. Milyennek ismerted meg Antti Kárhulát? Milyen ő a te szemeddel nézve? Egy fiatalos edző azért, ugye nem az öregebb edzők közé sorolnám, semmiképp sem. A támadó jellegű játékot szereti. Azt, hogyha nálunk sokat van a korong, és ez fekszik a játékosoknak tényleg. Szereti, élvezi, amit csinál, érdekli tényleg itt, ha egyszer azt mondta, hogy el kell majd mennie, akkor tényleg valamit szeretne maga mögött hagyni, és mindig hajtogatja és mondja, hogy fontos neki az, hogy itt felépítsünk valamit, és hosszú távon el tudja magát képzelni, és a fél szeme mindig rajta van az akadémián és a fiatalokon is, úgyhogy egyelőre jó munkát végez. Antti Kárhula egy interjújában maga is elismerte, hogy ugyan a támadó hokit, ahogy te is mondtad, azt preferálja, de azért védekezésben neki is van még mit fejlődnie. Szerinted ez mennyire sikerült neki, a csapatnak, nektek? Voltak mérkőzések, amikor nem sikerült ennek eleget tenni. Ahogy szokták mondani, a legjobb védekezés a támadás, úgyhogy inkább mi még mindig ott próbáljuk megszűrni az ellenfelet, tényleg még az ő harmadukba letámadva mind az öt játékosunkkal, hogy minél kevesebb időt kelljen tölteni a védekező harmadba. És úgy is lesz olyan, hogy kell ott játszani a védekező harmadba, ott pedig majd férfiasan ott meg kell nyerni a párharcokat, és tényleg blokkolni kell a lövéseket, úgyhogy nem fektetünk akkora hangsúlyt még a védekezésre, inkább a korongtartásos játékkal szeretnénk azt elkerülni, hogy védekezzünk kelljen. Ugyanakkor viszont, ha a védők a támadó harmadban vannak, akkor szép számmal ők is betalálnak, ebben is sikerült talán előrelépni a korábbi szezonokhoz képest. Igen, nem csak a 3 csatára hagyatkozik abban, hogy ott ők gólhelyzeteket kreáljanak, vagy lőjenek, hanem a hátvédeket is bevonjuk a forgatásba és a korongtartásba, a hátvédeink folyamatosan belépkednek, ezáltal még nagyobb zűrzavart okozva ott a védekezők körébe. Úgyhogy ezt próbáljuk tényleg kicsit még jobban erőltetni, de itt azért a play-offban néha tényleg az egyszerűbb hokinak kell, hogy domináljam. Neked mennyire kell másként működnöd, kommunikálnod a felnőtt csapat mellett, mint korábban vezetőedzőként az utánpótlás gárdák mellett? Miben kellett változnod, ha egyáltalán változtatnod kellett bármi? Nem érzem kimondottan, hogy kellett bármit is változtatnom. Most nem én vagyok az utolsó ember, aki kimondja ugye a dolgokat. Én megszoktam a titánok csapatánál is. Én mindig a nyílt kommunikációt próbáltam előtérbe helyezni, a külföldieknél is, a magyaroknál is. Ugyanezt most is megpróbálom alkalmazni a felnőtteknél, és egyelőre nem érzem, hogy lenne benne bármi hátrányom, úgyhogy tényleg egyszerűen nincs mi a különbség, amit tudnék mondani. Mikor érezted azt leginkább, vagy inkább azt mondom legelőször ebben a szezonban, az alapszakaszban, amikor érezni lehetett, hogy a flow az elkapta a gárdát, és húzza magával? És gyakorlatilag, amikor kapura lőnek, akkor bemegy. Igen, azért is olyan jó a lövés hatékonyságunk egyébként, mert a korong tartás miatt és forgatás miatt tényleg addig próbáljuk az ellenfelet összezavarni, amíg egy 100%-os zicser elé kerülünk, és nem lövöldözünk úgymond fölöslegesen kapura, amivel nem tudunk helyzetet kialakítani. Azt, hogy mikor volt a legjobb ilyen flow-unk, ahogy te említetted, azt én az egész szezon során éreztem igazándiból. Mi persze mindig vannak hullámvölgyek, nekünk is voltak, de azért miután volt ez a 2 hetes kényszerpihenő, és újra visszatértünk, és nagyon hosszú idő után
teljes kerettel tudtunk kiállni, akkor érződött a csapaton, hogy ha ezt már hetek óta vihettük volna így, akkor lehet, hogy még több pontot tudtunk volna gyűjteni, de erre nem volt lehetőségünk, és így tudtunk csak most működni. Ugye azért most is szögezzük le, hogy a ligában lévő csapatok döntő többség az a jóval nagyobb büdzséből működik, mint a Hidrofehérvár, a V19, illetőleg hát azért többen volt NHL-es játékosokat, szippantottak be akár szezon elején, akár szezon közben, de hát mind hiába való volt a küzdelem, mert mindenki a Fehérvár hátát nézte jellemzően a mezőnyben. Miből adódott ez a különbség? Szóval, hogy most olyan történt, ami előtt azért csak egy ideig pislogtunk, persze nagyon jó érzéssel, de hogy mi szerinted hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Mi történt most a csapatalan mellett? Nyilván, hogy jó képességű játékosok jöttek össze, magyar mag, légiósok, de mi van nem mögött szerinted? Hát leginkább ezekkel tudnám én is kezdeni, amiket most említettél, hogy amikor még a szezon elején a csapat összeállítását terveztük, akkor kulcsfontosságú volt a magyar játékosokat ugye kialakítani, a gerincét a csapatnak, amikor hozzácsábítottuk Ári Jánost vagy Bartos Istit, és tényleg olyan többi magyar játékosok kiegészült a csapaton belül, ők mind olyan komoly húzó szerepet töltenek be, hogy ez már alapjában egy nagyon jó dolog volt. A légiósok, akiket próbáltunk választani, legfőképp a személyiségükre voltunk kíváncsiak, hogy azt a bizonyos kémiát az öltözön belül tényleg egy jó egyensúlyba tudjuk tartani. És a légiósok, akik közül válogattunk, ők már a ligán belülről érkeztek. Részesei voltak a playoffnak, van olyan légiósunk, aki a magasba emelhette ezt a kupát, úgyhogy rutinos játékosokat képzeltünk el, akik tudják ezt a helyzetet kezelni és segíteni a magyarokat, és ezáltal úgy gondolom, hogy egy olyan jó mag alakult ki, és tekintve ezt, hogy ilyen offenzív játékot játszunk, ez nagyon fekszik a srácoknak, így ez az egyveleg, így egybe minden jósult el szerencsére. Itt még az alapszakasz végén azért a sok diadal mellett talán kiemelésre méltó a bolzánói egygólos győzelem, szóval még a hajrában is volt Kraft a csapatban, és a középszakaszt is ugye a Klagenfurt elleni győzelemmel kezdtétek, és aztán ott mi történt utána? Mert hogy egy három meccses gödör következett, amiből talán a Bécs elleni meccs volt az alja a gödörnek. Amennyire én tudom, talán Salzburgban már jobb volt a játék, jobban muzsikált a csapat, de a Bécs ellen az súlyos volt. Így van, az egy mérkőzés, amire nem vagyunk büszkék, a többi az abban azt lehet vállalni. Az az igazság, hogy azért itt a lassan 12-13 éve, hogy ebben a ligában vagyunk, azért nem sűrűn fordulunk meg itt ebbe a felsőházba, és itt ez a többi csapat, akit részt vesz velünk a felsőházba, ők mind többszörös bajnokok, és nekik ez azért egy teljesen természetes dolog, hogy az alapszakasz végén ők itt küzdenek, és valószínűleg az elődöntőig menetelnek minimum. Úgyhogy nekünk ez egy új dolog volt, és én úgy gondolom, hogy reális. Tehát nem a 11-3-as Bécs elleni vereség a reális, de az, hogy nem tudtunk minden mérkőzést megnyerni, ahogy az alapszakaszban többnyire, az elfogadható, mert igenis az eredménye azt mutatja, hogy kikapunk, de azon belül bármennyire játszunk jól, azért ezek az ellenfelek, ahogy te is mondtad, komoly játékosokkal és tapasztalattal a hátuk mögött azért benne van a pakliba, hogy nem biztos, hogy győztesen jövünk a jégről. Viszont ebből a gödörből aztán sikerült egy gazella szökelléssel Bécsben kijönni, mert hogy gyakorlatilag agyonvertétek a Vienna Capitalst, ott hirtelen minden bement, ott hál' Istennek megfordult a dolog. Igen, ott nem gondoltuk túl ott se a mérkőzést, tényleg az előtte levő meetingen is a saját játékunkról beszéltünk, csak nem foglalkoztunk az ellenféllel, és mindenki nagyon jó állt a mérkőzésben, nagyon jó mentalitással érkeztünk meg oda, már az első cserétől kezdve az összes játékosunkon látszott, hogy most nem csak fizikálisan, hanem mentálisan tényleg ott vannak ebben a mérkőzésben, és remek kapus teljesítmény párosult mellé.
bejöttek a helyzetek, tényleg a speciális játékok döntöttek ott az ember előny, ember hátrány az egész második harmadba. Szerencsére tudtunk ezzel élni, és nagyon remélem, hogy ezt a hozzáállást most a pénteki meccsre is tovább tudjuk vinni. Nagyon haraptak azon a mérkőzésen is a bécsiek, az egyik támadójukat alig több mint 10 perc után elküldték zuhanyozni. Ennek apropóján jutott az eszembe, hogy vajon így, hogy most ez a helyzet állt elő, hogy mindenki a hátatokat nézte a tabellán, most jobban meg akarják verni a Fehérvárt, hogy ne ugrándozzatok itt? Érzékelsz ilyet, hogy meghőköltek, és azt mondták, hogy na jó van, akkor gyertek. Hát remélem, hogy így érzik, és nem is baj, minket nem zavar, mi örülünk neki, hogy most ilyen szituáció állt elő, inkább mi azt szeretnénk bizonyítani, hogy ez nem véletlen, és tényleg nem csak úgy egyik napról másikra történt, hanem ez egy ilyen hosszú távú építkezésnek a kezdete, és remélem, hogy a folytatása is. Mindent meg fogunk tenni, hogy kellemetlenek legyünk az ellenfeleknek, és ha ez azzal jár, hogy ők ilyen 10 percekre kiteszik magukat, akkor várunk elébe. Mennyire sikerült szerinted levetkőzni a csapatnak, vagy mennyire jelenthető ki egyértelműen, hogy maga mögött hagyta azt az időszakot a csapat, amikor, mert régebben azért az jellemző volt, hogy amikor a Fehérvár táblát elhagyta a csapat, akkor utána valahogy nem volt meg a fordulatszám, vagy a tempó, meg hát elsősorban az eredményesség. Ez már a múlt egyértelműen? Nagyon remélem. Ebben a szezonban legalábbis ezzel nem volt problémánk. Van annyi megfelelő jó személyiségű játékos a csapaton belül, hogy tudják egymást húzni. És akkor is, hogyha tényleg már úgy tűnik az a mérkőzés, hogy el van veszve, akkor is képesek vagyunk újjáépítkezni egy-két cseréről a másikra, és elkezdik egymást húzni. És talán még azt is ide lehetne sorolni, hogy azért van négy meghatározó sorunk. Tehát mind a négy sorunknak ugyanaz a feladata konkrétan. Az utolsó, negyedik sort ugyanazt várjuk el, mint az elsőtől, hogy tartsák a korongot és támadjanak, és minél több lövést tudjanak kreálni a harmadba. Ez talán múltban nem volt így. Talán akkor ott egy-két sorra építettünk, és a harmadik, negyedik sornak inkább a letámadás és az ellenfél rombolása volt a lényeg. Úgyhogy ha valamelyik sorunknak nem megy, akkor mindig van egy másik sor, aki elő tud lépni, és akkor itt persze meg lehet említeni a kapusokat is, mert van két stabil kapusunk, és bármelyikre is játszunk, ő mindig nagy segítséget tud nyújtani. Sőt, ha kell, akkor ugye Gyenes Dávid is beszállt, mikor János Jaroszláv apai örömeit ülte meg szülőhazájában. Hát akkor lássuk a következő időszakot, a következő pár napot, jön az utolsó két forduló a felsőházi középszakaszból, ugye Salzburg és Klagenfurt ellen zártok, ha jól sikerül ez az utolsó két kör, akkor még feljebb lehet lépni a tabellán. Így van, hát ahhoz, hogy esetleg a harmadik helyig el tudjunk menni, ott teljes mértékben a saját kezünkben van a sorsunk, ahhoz egyértelmű két rendes játékidőben nyerni kell, pénteken is és vasárnap is. Hogyha esetleg a Klagenfurt itt valahol bukna egy mérkőzést, akár pénteken, akkor esetleg a második helyik is fel lehetne kapaszkodni. Szeretnénk minél nagyobb, vagy minél jobb helyen ugye, befejezni ezt a középszakaszt, de most egyelőre tényleg még mindig csak a pénteki meccsre koncentrálunk is, a Salzburgra. Hát egy másik fontos kérdés a következő időszakkal kapcsolatban, megkerülhetetlen a kérdés, hiszen rendkívül aktuális, hogy gyakorlatilag a pandémia harmadik hulláma következtében Magyarország egy időre bezár, ha szabad így mondanom. Ez szerinted érintheti el bármennyire is az Ice Hockey League menetrendjét, a Fehérvár lehetőségeit, szereplését? Mi az, amit most tudni lehet? Hát bízunk benne, hogy nem fogja olyan mértékben ez érinteni, hogy mérkőzést kelljen elhasztani. A liga eddig is nagyon jól megoldott ezt a problémát a folyamatos tesztelésekkel, ellenőrzésekkel. Nagyon remélem, hogy most is sikerül majd ezt megoldani. Nem sok más bajnokságot tudok, ahol így zavartalanul lement volna az elejétől a végéig, úgyhogy nagyon remélem, hogy ha már eddig sikerült ezt így végigvinnünk, akkor nem pont most a szezon legizgalmasabb részére
fog esetleg ez minket megállítani. Igen, hát reméljük nem úgy lesz, mint tavaly, amikor gyakorlatilag nem hirdettek bajnokot, és a playoffnál gyakorlatilag vége szakadt a küzdelmeknek. Ki az, akit legszívesebben választanál majd a rájátszásra, és melyik az a csapat, amelyiket semmiképpen nem? Hát nem szeretek így előre számolgatni, de ha most nagyon kell mondom valakit, akkor az alsóházból valószínűleg a Pozsony Bratislavát választanánk, ha esetleg őt egyáltalán majd van rá opció. Vagy azt mondanám, lehet, hogy ez meglepő, de akkor a Bécset inkább. Ebben benne van az is, hogy mind a két csapat viszonylag közel van, és nem kéne sokat utazni, de végig gondolva a többi csapat ellen nyújtott teljesítményünket úgy érezzük, hogy talán ez a két csapat lenne a legideálisabb, akik ellen nyugodtan belemennék a párharcba. És melyik az, amelyikkel nagyon nem szívesen? Hát egy Salzburgnak semmiképp sem örülnénk szerintem, ők már túl sokszor törték borsot az orrunk alá, és talán a Dortmund se, ugye az meg a másik legtávolabbi csapat lenne, rengeteget kéne oda utazni, és úgy gondolom, hogy rengeteg energiát emésztenem most az fel, hogy teljes napokat a buszon töltsünk, úgyhogy ők lennének, akit mondanék. Mennyire tartható szerinted majd együtt ez a keret a következő szezonra? Dolgozunk rajta mindenképp. Már talán, ha jól tudom, akkor Szélig Viktor esetleg már beszél is a játékosokkal, illetve a vezetőedző is beszélt már jó pár légióssal, hogy szeretnénk egybe tartani. Ha sikerülne, akkor az biztos, hogy nagy fegyvertén lenne a jövőre nézve, hogy a következő szezonra, hogy tényleg egy jó összeszokott maghoz kéne csak hozzányúlni, és tényleg minimális változásokat eszközölni. Hát önmagában, hogy ezt még egyszer hangsúlyozzuk, az is óriási fegyvertény, hogy a tagja a rájátszásnak a Hidrofehérvár AV19. Ehhez még egyszer így pár hét távlatából gratulálunk, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a hétvégéhez, meg hát majd a playoffhoz. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, Önök a Bajnokok Városát látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.